A fogadhajtás már az ókori görög olimpiák versenyszámai között is szerepelt. Hivatalos sportággá azonban csak 1970-ben vált, az első Európa-bajnokságot pedig 1971-ben Budapesten rendezték, négyes fogadhajtó kategóriában. A Magyar Lovas Szövetség legeredményesebb szakága, a versenyzőiket jelenleg is a világ élvonalában jegyzik. Egy ilyen rangos eseménynek adott otthont az elmúlt héten Szilvásvárad, hiszen a nemzetközi fogadhajtó versenyre várták az indulókat. Nekünk Szilvásvárad mindig egy különleges élmény, mert mi is pesti gyerekek vagyunk, én most azért használom a többes számot, mert a testvérem is fogadhajtó, és szintén a lovasportban jeleskedik, ő a Magyar Lovas Szövetség elnöke is. És hát innen indult a pályafutásunk, 1984-ben a szüleinkkel itt voltunk egy nagy világbajnokságon, egy egyesfogadhajtó világbajnokságon, és hát ott megpecsételedett a sorsunk. A versenyeket egyes, kettes és négyes fogadhajtó kategóriában rendezték meg. Természetesen a szilvásváradi állami ménesgazdaság hajtói is elindultak a megmérettetésen. Egy fiatal fogatom van, ezek az idén van nekik, három verseny van mögöttük. Tavaly ugye nem tudtunk versenyezni a Covid miatt, és... Tehát versenyről versenyre jobb teljesítmény nyújtanak. A legtöbb hajtó lipicai lovakkal dolgozik, hiszen hazánkban ennek a fajtának a tenyésztése a legelterjedtebb. A 2020-as egy tört év, kár is róla beszélni, mert voltak akadályok nem kicsik, de elkezdtünk építkezni négyes fogatolásban, mivel hogy tudomány szereztünk arról, hogy akkor 2021 Európa-bajnokság Budapest, és építkeztünk. Hát lovaim is első körben, én is még a négyes fogatban amatőrként, de úgy érzem, hogy szeptemberben azért büszkén fogjuk hordani a ménesgazdaság és a magyar címert. 100 hajtó közel 250 lovával érkezett Szilvásváradra, nem csak Magyarországról, hanem külföldről is. A 4 nap alatt díj, maraton és akadályhajtásban mutatták meg tudásukat a résztvevők. Szilvásváradon a legelismertebb, vagy inkább úgy mondom, hogy legnépszerűbb lovasport az a fogadhajtás. Ha visszagondolunk a 84-es világbajnokság sikereire és az utána következő sikerekre is, úgyhogy egyrészt a közönség is nagyon várt, és nagy az érdeklődés a versenyszámok után, de természetesen a ménesnek a dolgozói és a község is úgy gondolja, hogy helye van és helye kell, hogy legyen a fogadhajtásnak Szilvásvárad életében. Az összetett eredmények alapján a négyes fogatók győztese Lázár Zoltán, a keteseké pedig ifjabb Dobrovics József lett a versenyen. A megmérettetés az utolsó erőpróba volt a sportolók számára a szeptemberi budapesti Európa-bajnokság előtt.